A Jászanykun Szolnok vármegyei főügyésé 2023. február 17-én emberülés, életveszélyt okozó testi sértés és súlyos testi sértés büntette a temelt vádat, azzal a 34 éves büntetett előéletű férfival szemben, aki rendszeresen egy esetben közvetlen életveszélyes sorozat bordatörést, egy esetben új csontörést okozva bántalmazta, és végül 2021. szeptember 3-án este 8 óra körüli idő. A karcagi otthonában dulakodás közben megfojtotta az édesapját. A kitűzött tárgyaláson tanúk kihallgatására került sor.